Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, szeretettel köszöntök mindenkit a karcagi vadászbálon. Örülök annak, hogy ilyen jelentős számban vagyunk együtt, és bízom benne, hogy tényleg egy nagyon kellemes élménnyel leszünk, gazdagabbak a legfontosabb alapfeltételek adottak, különösen ami a háttérben meghúzódik, a Vadász Egyesület, hiszen Karcagon jól tudjuk, hogy az ország egyik legnagyobb, leginkább szabályokat követő, legkiegyensúlyozottabban működő vadásztársasága van, hosszú évtizedek, sőt több mint egy évszázad óta. Szerintem ez egy olyan érték, amelyre büszkék lehetünk, és amely jó alap a jövőre nézve is. És az, hogy ez a vadásztársaság működni tudjon, most 20 évre biztosította a jövő, hiszen a vadászati jogot sikerült elnyerni, így a FM által jóváhagyott keretek között most a vadgazdálkodás szinte egy fél emberöltőre, annak a keretei azok biztosítottak. Úgyhogy én már arra nem gondoltam, hogy a jogalkotási háttérről esetleg a törvényi és rendeleti szabályokról is tartsak egy kis rövid összegzést, inkább kellemes bálozást kívánok, jó hangulatot mindenkinek a mai estéhez. Köszönöm szépen. Ezen el a bát megnyitom. Köszöntöm nézőinket, Huba Imre Csabával, a Nagykun Vadásztársaság elnökével beszélgetünk. Épp azt számolgattuk először, hogy hanyadik is ez a bál, hanyadik ez a mai vadászbál. Hát ez a vadászbál a 47. Azelőtt valószínű, hogy a 45 előtti időszakban szintén voltak ilyen rendezvények, de még nem tártuk fel a helyi viszonyokat teljes értékben, tehát majd a helytörténeti dolgok folyamatban vannak, akkor majd erre is tudunk válaszolni. Azt gondolom, hogy a vadászbál azért is fontos az önök számára, hiszen jótékony céllal rendezik és takarmányra gyűjtenek. Igen, ennek több célja van. Az egyik célja az, hogy a vadásztársaság tagjai, családtagjai egy évben egyszer legalább találkozzanak. Igaz, hogy bevezettük a családi napot, ami nyáron van, aratási időszak előtt, a majáris időszaknak a második felében. Tehát gyakorlatilag így két alkalommal tud a vadásztársaság tagsága találkozni. De ez az alkalom arra is, hogy a vadászbarátainkat, vidéken élőket, azokat mindent meghívjuk erre a rendezvényre, és ugye a vadászbarátságot ápoljuk. Alkalom arra, hogy a vezetőinket meghívjuk erre a rendezvényre, hiszen számos segítséget kapunk tőlük a év folyamán, meg az évek során, és hát támaszkodunk egymás munkájára. És így többszörös ez a dolog, és a legpraktikusabb megoldásként szerepel ugye az a jótékonysági része, ahol is a összegyűlt pénzösszegeket, azokat a vad takarmányozására fordítjuk, azokra a takarmányféléknek a vásárlására, amit mi magunk nem tudunk előállítani, tápoknak, tehát az indítótápok, pásztárnevelés, a őzbaknak a különleges tápanyagai szintén, ebből vásároljuk, tehát praktikusan összetartjuk a dolgainkat. Ebben a kemény télben azt gondolom, hogy minden fillére szüksége van a társaságnak, úgyhogy én azt kívánom, hogy legyen sikeres a mai bál. Hát igen, már több mint 10 vagon, tehát 100 tonna takarmányt etettünk meg a vadakkal. Hát még gondolom, még lesz egy hideg hullám, ami indokolja a takarmányozást, de ha már megenyhül az idő, akkor nyilvánvalóan már a természetes táplálékokat fogja a vad elfogyasztani, de ez a vadtakarmányozás még a kint hagyott vadtakarmányokat is jelenti, a kukoricaféléket, tehát ez tudatos, és a 180 hektár vadföldet arra a célra használjuk, hogy átmentsük a vadállományt ezeken a nehéz időszakokon. Akkor sok-sok bevételt kívánunk önöknek! Jó, köszönjük szépen! Dr. Fazekas Sándor főnemes miniszter úrral beszélgettünk itt a vadászbálon arról, hogy milyen is ez a tél az állatok szempontjából. 30 év óta a leghidegebb telünk van, éppen most egy kicsit enyhébb az időjárás, de ez nem kell, hogy megtévesszen senkit se, hiszen még lehet hideg. Ez próbálja tesz embert, állatot, a vadállományt, a határba, a növényeket, mindenkit, de része a természetnek az időjárás is, hozzá kell ahhoz szokni, hogy a légkondicionálás és a különböző modern épületek világában bizony a környezet az változatlan, és ezt kell alkalmazkodni. Itt hallottuk Huba Imréjéktől, hogy jótékony célja van a mai bálnak, takarmányra gyűjtenek. Azt gondolom, hogy ez egy követendő példa lehet.
Én nagyon örülök, hogy itt a vadászbában ilyen sokan vannak, és hogy mint ahogy mindig van egy célkitűzés is, hiszen a vadállomány, hogy egy okszerű vadgazdálkodás keretei között éljen, az fontos. Azért is, hogy szép trófeák, minőségi vadhús legyen, hogy a vadállomány megmaradjon, és hogy a gazdák számára tételt jelentő vadkár se legyen olyan nagy. Hiszen, hogyha a vadak takarmányhoz jutnak, nehéz időben hozzájutnak ugye egy lennivalóhoz, akkor az nem terheli a határt, nem olyan nagy mértékű a növényi kultúrákban okozott kár, gyümölcsfákban például. De nyilvánvaló, hogy a vadgazdálkodásnak a része a vadállománynak a gyérítése, ritkítása is, és a karcegi vadásztársaság az elmúlt években, évtizedekben mindig mintaszerűen gazdálkodott. Az ország egyik legnagyobb létszámú és legnagyobb területen gazdálkodó egyesületéről van szó, amelyik tényleg a legmagasabb szintű közösségi élettel és jó összetartással rendelkezik. Már lassanként másfél száz éve. Egy olyan értéke a városnak, amelyre azt hiszem valamennyien büszkék lehetünk. Köszönjük szépen! Köszönöm! Dégi Zoltán, a NEFAG vezérigazgatójával beszélgettünk arról, hogy hogyan is érzi magát Karcagon, hiszen az erdő az önvilága, de hogyan érzi magát Karcagon a vadászban, hiszen nem első alkalommal találkozunk már. Köszönöm szépen, hát mindig nagyon jól érzem magamat itt Karcagon, azzal, hogy most már közel 30 éve járok ide az apavári erdőkbe, úgyhogy nagyon sok barátom van, ismerősöm van, és ez a bál, ez mindig egy különleges esemény számomra is. A vadászat az mit jelent az ön számára? Vadászik, vagy csak inkább szereti nézni a vadakat? Vadászok, igen, vadászok én is, de ahogy Széchenyi Zsigmond mondta, több az erdőzúgás, mint a vadűzés. Erről talán leginkább a feleségemet kellene megkérdezni, hogy ő hogy vélekedik erről, hogy mennyit vadászok. Nagyon szeretek kimenni az erdőbe. És hát a természet az ön közege, a szakmájából adódóan is, de van-e esetleg kedvenc, mondjuk az apavári erdőt említette, van-e olyan kedvenc hely, ahova szívesen elmegy, vagy olyan vadat ejtett el, ami miatt az emlékezetes? Hát tulajdonképpen valamennyi vadászat egy különleges élményt nyújt, pláne amikor el tud ejteni az ember egy vadat, de ide kijönni a karcagi erdőbe egy szalonka húzásra, az is egy nagyon felemelő. Talán az év kezdetet, mindig a tavasz köszönteni ezzel egy szalonka húzással egy különleges élményt nyújt. Akkor én azt kívánom, hogy ez a tavasz is ezzel a különleges élménnyel kezdődjön önnek, és jó szórakozást a bálban. Nagyon szépen köszönöm. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úrral beszélgetünk itt a bálon arról, hogy milyen viszonya van a vadakhoz és a vadászokhoz. Csak jó élményeim vannak. Én magam nem vagyok vadász, de több olyan vadász eseményen vettem már részt, vagy több olyan vadász társágba hívtak meg vendégként, ahol nagyon jó hangulat volt és nagyon jó közösség. Ez a karcagi vadásztárság is egy ilyen, ahogy itt elhangzott a bevezetőbe a mai eseményen. 1875 óta működik ez a vadásztárság. Gondoljunk bele, szerintem Karcag egyik legrégebbi egyesülete, és ha most összekötjük ezt a tradíciót a báli hagyományokkal, akkor azt gondolom, hogy teszünk valamit azért, hogy a hagyományokat meg tudjuk őrizni. Hagyományokra visszatérve, azért az asztal társasága is hagyományos, hiszen volt osztálytársak körében ül. Igen, van köztük vadász is, van, aki nem vadászik, de mi is megtaláljuk az alkalmat, hogy ilyenkor egy kicsit összejöjjünk egykori gimnazista társakkal. Hát, hogy mondjam, az élet különfelé sodor bennünket, mindenki végzi a napi munkáját, és évente azért egy alkalmat keresünk arra, hogy a osztálytársak, ha nem is a teljes körével, de egy részével össze tudjunk találkozni. Bízunk benne, hogy hamarosan majd osztálytalálkozón is köszöntjük egymást. Mi nem árunk el titkot, hiszen már többször elmondtuk, hogy mi testvérosztály voltunk a gimnáziumban, tehát mi is azért úgy emlékszünk a közös osztály találkozókra. Azt gondolom, hogy a Karcagi Gábor Áron gimnázium az ön életét is meghatározta. Hát természetesen én a karcagi éveimnek köszöntek mindent. Itt születtem, általános iskolát itt végeztem, Calvin 9-be. Itt tanultam a középiskolai évek alatt, úgyhogy azt kell mondanom, hogy egy nagyon jó nevelőintézet volt. Persze kellett hozzá a szülőknek a szigora, kellett hozzá az a közösség, amit a város egészen nyújt, de azóta is azt kell mondanom, hogy azoknak a tanároknak, akik bennünket tanítottak matematikából,
más tantárgyakból, hát tényleg csak köszönettel tartozunk, hogy annak idején nyilván volt ez súlódással, meg volt némi rosszalással, de utólag az ember átértékeli ezt, és azt mondja, hogy azok a tanárai, akik szigorúak voltak vele szembe, akik követeltek tőle, akik igényessé tették, azoknak köszönt a legtöbbet az életben. Akkor én azt kívánom, hogy mindig emlékezzen vissza az osztálytársaikra és ezekre a tanárokra, amelyek elindították önt ezen a szép és azért nem könnyű pályán. Hát így van, az osztály találkozókor találkozunk azért majdnem legtöbbjükkel. Mai napig is volt osztályfőnökömnek, Varáth Mihálynak nagyon sokat köszönhetek, hiszen őneki azért elvárásai voltak az osztálytagjaival szemben. Baja Sándornénak örök hálával tartozom, hogy csapkodta az asztalt körülöttünk. Utólag az ember azt gondolja, hogy bizony azok az évek, hogyha akkor nehezebbnek is tűntek, hát tulajdonképpen könnyűek voltak, mert csak a tanulással kellett foglalkozni. Úgyhogy most egy kicsit ezt megünnepeljük az osztálytársakkal, kocintunk a tanáraink egészségére, és hát reméljük, hogy jövőre megint tudunk egymással majd találkozni. Így legyen, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Domján Sándorral beszélgettünk arról, hogy miért is tartották fontosnak, hogy ezelőtt sok-sok évvel ezt a bárt olyan jótékony célra fordítsák, amiből az állatok is jól járnak. Hát ugye elejénknek is nagyon fontos feladata volt az, hogy a rájuk bízott vaddal gazdálkodjanak, azt gondozzák, abból szelektáljanak, hogy a lehető legjobb állomány legyen ezen a területén is az országnak. Ugye, mint már itt a bevezetőben elhangzott elnök úr részéről, 1874-ben alakult a jogelőd egyesületünk, helyi gazdálkodók alakították, és most is kétharmadban föltulajdonosok a tagjai a vadásztárságunknak, egyben a város harmadik legnagyobb egyesülete. Nagyon jelentős költség és feladat a ránk bízott vadállomány takarmányozása, főleg ilyen teleken, és hát már nem tudom pontosan megmondani, de vadászválogat régebben is szerveztünk, de körülbelül 18 éve döntöttük azt el, hogy kifejezetten az a célja a vadászválnak, hogy a bevételét a ránk bízott vadállomány takarmányozására fordítsuk. Én azt gondolom, itt a környéken nincs másik ilyen vadásztársaság, aki ennyire odafigyelne erre. Hát én azért ilyet nem mondanék, biztos a többiek is azért igyekeznek odafigyelni. Nekünk talán azért nagyobb a feladat, hiszen egyrészt a karcagi határ nagyon nagy, hiszen 36 ezer hektár, és ezen kvázi két vadászata jogosult osztozik, az egyik az a NEFAG, az ERT, mint az állam képviseletében, viszont a nagy részén, egy bő 30 ezer hektáron a Nagykun vadásztárság, akinek a tagjai karcag szülöttei, tehát ez nekünk erkölcsi kötelességünk is, hogy a ránk bízott vadállománnyal olyan szinten gazdálkodjunk, ami példaértékű. Itt azért most látjuk, hogy sokan családostól érkeztek, de a vadásztársaság tagjai között is elég sok fiatal van. Így van, erre mi mindig odafigyeltünk, tisztelve idős vadásztársainkat és tanulva tőlük, hogy legyenek fiatalok is. Hiszen hogyha a tudást, a hagyományt az ember nem adja át az élete során, akkor az elveszett. Tehát mi erre odafigyelünk, hogy vannak nagyon idős, van 90 év fölötti vadásztársunk is, de ugyanakkor, ha jól emlékszem, a legfiatalabb vadásztársunk csupán 28 éves, és így van ez rendjén, hiszen mindenki a maga területén, a maga dinamikájával, a korához élően tud hozzájárulni a vadásztárság életéhez. Akkor én azt kívánom, hogy a következő 50 évben is, hiszen itt azért elhangzott, hogy a következő 20 évre már biztos a társaságnak a területe, tehát a vadak ellátása biztosított. Én 50 évet kívánok még önöknek minimum. Nagyon szépen köszönjük. Nekem már nem lesz ennyi, de remélem, hogy a fiataloknak igen. Köszönöm a jó kívánságokat, és örülünk annak is, mindent megtettünk annak érdekében, hogy a gazdálkodókkal együttműködve az újabb 20 éves ciklusra is milyen lehessen ez a terület. Ehhez jó munkát kívánunk, és ma meg sok bevételt a vadak érdekében. Köszönjük szépen! Én is köszönöm, és jó szórakozást kívánok mindenkinek! Más megyéből érkezett, Heves megyéből érkezett az Egerendő ZRT képviseletében Dudás Béla a vára. Mások a terepviszonyok, gondolom, azért ez a vadállományt is befolyásolja önöknél. Természetesen. Hát örömmel jöttem ide a bálba, hiszen most vagyok itt először, és valóban a Mátrából érkeztem ide, és az Egerendő ZRT-t képviselem. Hát nyilván ez a nagy változás számomra egy örömteli helyzet. Beszéljünk egy picit a vadállományról, hiszen itt hallottam, hogy az ő etetésükre gyűjtenek. Mennyire jellemző ez mondjuk önöknél, hogy ilyen jótékony bálokat szerveznek? Hát a magyar vadgazdálkodás sajátos helyzete, hogy a
a Karcag környéki apró vadállomány és őzállomány az valóban komoly gondozásra szorul. Fönnálunk a hegyvidéken egy picit más a helyzet. Ott igazából a vadállomány teleltetése, átteleltetése mellett azért hangsúlyos feladat a vad által okozott károknak a kezelése. Tehát ennek kapcsán ugye azt kell, hogy elmondjam, hogy teljesen más ugye a nagy vadgazdálkodás és az apró vadgazdálkodás. És hát a fajtákban is, hiszen itt vannak olyan fajok, amelyek önöknél nincsenek, és fordítva. Önnek melyik a kedvenc vada? Hát ha lehet ilyet mondani, akkor a vaddisznó. A vaddisznó, bár most már az Alföldön is egyre több van belőle, és itt is már érzékeny károkat okoz. Hát emellett ugye a gímszarvas az, ami talán itt nem nagyon van, nálunk viszont jelentős, és ami mátrai sajátosság, az a muflon. Arra elsősorban a kapitális trófeák miatt vagyunk büszkék. És mondjuk van esetleg olyan története, ami emlékezetes marad valamiért, vagy a trófea miatt, vagy éppen egy vaddisznó, vagy van esetleg egy ilyen? Hát tulajdonképpen itt a bőség zavara van, hiszen több mint 20 éve a Mátrában vagyok, és hát hogy így pörgetem az emlékeimet, akkor nagyon nehéz egyet kiragadni. Hát talán itt a vaddisznó túl közeli kapcsolata az, ami számomra meghatározó volt. Tehát kettő volt olyan az életemben, hogy egy-egy vaddisznó kossza felén fordult, és úgy döntötte, hogy megtámad engem. Bár az hála Istennek csak egy ijesztés volt, és így elmaradt a fizikai atrocitás, de számomra mély benyomást tett természetesen. Hát akkor ezen a mai estén azért ennél sokkal szebb élményeket kívánunk önnek. Érezze jól magát Karcagon. Nagyon szépen köszönöm. Kovács Szilvia, a polgármester asszonnyal beszélgettünk arról először is, hogy volt-e már vadászaton, tehát van-e már ilyen élménye? Ez érdekes, mert vadásználom már nagyon sokszor voltam, de vadászaton még egyetlen egyszer sem volt szerencsém részt venni. Biztosan nagyon izgalmas, és megvan ennek a hangulata, és nyilván a miértje is. Azon túl, hogy azért mi szeretjük, kívülállók a vadat, és sajnáljuk is, de nyilván ez a tudatos és tervszerű vadgazdálkodásnak a része is hozzátartozik, hiszen az egyensúlyt fönn kell tartani, és a vadászok azért nem csak vadásszák a vadakat, hanem bizony gondoskodnak róluk, és nagyon nagy szerepe van, főleg ilyen nehéz télben annak, hogy vadásztársaságok jól működnek, gondoskodnak az állatokról, és azt az egyensúlyt, amire nagyon nagy szükségünk van, az ő munkájuk révén sikerül fenntartani. És hát reméljük, hogy a mai bál is hozzájárul ehhez a fenntartáshoz, hiszen itt elhangzott, hogy a takarmányra gyűjtenek. Így van, nagyon fontos, hiszen a másik oldalon pedig a kertészkedők és a mezőgazdasággal foglalkozó emberek nagyon sokszor panaszkodnak arra, hogy nagyon nagy a vadkár. Én úgy gondolom, hogy nagy a felelősségünk abban, hogy a vadak ne okozzanak kárt, hanem gondoskodjunk róluk és segítsük őket, ne kelljen nekik úgymond garázdálkodni a földeken, hanem találják meg ők is az élelmet, amikor a nehezebb idők vannak, és akkor is legyen mit tenniük, és ne éhezzenek, hanem tényleg egy jó állapotú, jó karban lévő vadjaink legyenek. Nagyon nagy öröm, amikor az ember előtt átszalad egy róka, egyrészt nem üti el, másrészt látja, hogy nagyon szép a bundája, egészséges, és nem egy lepusztult állatról van szó. Én úgy gondolom, hogy ez is a vadgazdálkodásnak az érdeme, hiszen régen nem ilyen élményekben volt részünk, és bizony a veszettség elég sok problémát okozott szerte az országban. Ez is egy eredménye a vadászainknak, és én bízom abban, hogy ez a mai bál tényleg hozzájárul, és jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy nem lesznek anyagi gondjaik, és tudnak bőségesen gazdálkodni és etetni a vadakat. Reméljük, így lesz. Jó szórakozást kívánunk önnek. Köszönöm szépen, reméljük, hogy az lesz. Biztosan az lesz. Dr. Pataki Mihály tanárúrral beszélgettünk arról, hogy milyen is az ön viszonya a vadakhoz, hiszen a vadásztársaság tagjaival, a kamara képviselővel azért sok-sok mindent együtt végeznek, de a vadászattal milyen a viszonya? Én a vadászatot egy olyan kulturális kikapcsolódási szórakozásnak tekintem, ami az ember életében, az én életemben nagyon fontos időtöltés. Tudod, amikor gimnáziumi tanár voltam, biológia földrajz szakon végeztem, és mint biológus tanárként is tudom mondani, hogy a vadakkal való foglalkozás, a vadászat, az egy nagyon-nagyon szép dolog, és elhatároztam akkor, egyetemista koromban, hogy a
ha lesz lehetőségünk, mondom, akkor vadászata fogok foglalkozni, és vadászni fogok. Van-e kedvenc vada? Igen, azt gondolom, hogy tudok sorolni 2-3 azok közül. Elsősorban az apró vadakat kedvelem, mint a nyúl, a fálcám, vagy a vadkacsa. Az Alföld szívében itt, ezen a térségben tulajdonképpen erre van nagyobb lehetőség. Jók a nagyvad lehetőségek is, de arra talán itt Jász-Nagykosszolnok megyébe, vagy Karszak térségben az őszkivételi, vagy vaddisztó kivételébe nyisztuk sok lehetőség. De kedvelem az apró vadakat nagyon. És mondjuk a belőlük készített ételek közül mi a kedvenc? Az ételek közül azt gondolom, hogy nagyon finom az a szarvaspörkölt, de talán levesekkel illik kezdeni, a fácán húsleves, az nagyon-nagyon-nagyon finom. A vadkacát is egészben megsütve kedvelem. Összességében azt gondolom, hogy jók a jól elkészített vadételek. Hát én azt kívánom, hogy a sok-sok munkája mellett azért a vadászatra is jusson ideje, és hát Karszakra tudom, hogy nagyon sokszor jön. Reméljük, hogy itt is sikerül valami nevezetes vadat elejtenie. Köszönöm szépen ezt a jó kívánságot, és üdvözlöm a karszakiakat, és gratulálok a vadásztársaság eredményeihez, mert tényleg reprezentatívak és nagyon-nagyon dicsértesek. Egy dolgot hagyj említsek meg, a Jász-Nagykosszolnok megyei vadászati almanakban, amit az elnök úr, Hubay elnök úr is említett, ez egy egyedülálló kultúrtörténeti érték, hiszen 1874-es dátummal lévő vadászigazolványt magam is láttam, ez egy szenzációs valami. Gratulálok hozzá! Köszönjük az ő nevükben is! Gyurica Csabával beszélgetek a vadászbálon, és itt poénból elmondtuk az előbb, hogy mindig nekem jut az a megtiszteltetés, hogy az új pozíciójába bemutassam, ismét új pozícióban van, mi is ez pontosan? Fazekas Sándor miniszter úr néhány héttel ezelőtt, illetve hát az új év első munkanapján mondhatom azt, fölkért arra, hogy a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatói feladatait vállaljam el, ami egy nagy megtiszteltetés, hiszen gyakorlatilag összefogja a teljes magyar agrárkutatást, ami a kormányzati agrárpolitikai munkát tudja segíteni, a növénytermesztést, az állattenyésztésig, a gyümölcstermesztéstől, az élelmiszerfeldolgozásig, erdészetig, tehát gyakorlatilag a teljes ágazatot, illetve vertikumot. Egy nagyon komoly feladat, mint egy 1000 főt magába foglaló agrárkutató hálózattal, és ez az a feladat, amit elvállaltam, és nagy örömmel végzek, hiszen végső soron az életem nagy része azért ehhez a munkához kapcsolódik, hiszen egyetemi tanár vagyok, az agrárkutatás területén dolgoztam. Az előző néhány év, amit szintén Fazekas miniszter úr jóvoltából végeztem a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal élén, az ilyen szempontból egy ilyen kirándulásnak tekinthető volt, hiszen az államigazgatás az szorosan nem kapcsolódott a területemhez, bár a szakmához kötődik, de sokkal inkább visszatérés az eredeti szakmámhoz, illetve eddigi munkásságomhoz. Akkor megint nagy teher van az ön vállán, beszéljünk egy picit akkor a vadakhoz fűződő viszonyával. Vadászik-e már, vagy vadászott-e? Viszonylag új vadász vagyok, tehát... És így emlékeztem, hogy legutóbb még nem volt. De 2 éve már azért vadászom, de ez viszonylag azt jelenti, hogy új vadász vagyok. Nagyon megszerettem, én korábban kifejezetten idegenkedtem a vadászattól, és a vadászatot is nem azt mondom, hogy elítéltem, de úgy lesajnálva néztem, és nem igazán érdekelt a dolog. Aztán valahogy belecsöppentem ebbe a világba, és nagyon megszerettem, és egy fantasztikus sportnak tartom, és magam is mívelem, és Karszak környékén is barátaimnak köszönhetően igen gyakran megfordulok. Néhány héttel ezelőtt is voltam apró vadászaton, de őzbakot, életem első őzbakját itt lőttem egyébként a Karszak Kivadásztársaság területén, tehát ez is ide tart, és rögtön egy bronzérmes őzbakot tavaly áprilisban, úgyhogy ez is egy életem része lett, és a vadászbálon pedig már 4. alkalommal vagyok az elmúlt években, tehát rendszeresen mondhatom azt, most már visszajárok, úgyhogy mindig jól érzem magam, és nagy örömmel jövök erre a rendezvényre. Akkor, ha így hallgatom önt, azt tudom mondani itt a végén, hogy akkor újabb egy kapocsal kötődik Karszakhoz, hiszen ez az őzbak trófea akkor mindig ide fogja kötni. Igen, ez a, miután az első őzbak trófea, ez a főhelyen van a házunkban is, annyi kulisszatitkot is elárulhatok, és ez mindig arra emlékeztet, hogy itt Karszakon lőttem ezt az őzbakot tavaly áprilisban. Hát akkor kívánom, hogy még sok hasonló élmény legyen Karszakon, és hát az új munkájához pedig kitartást, és jó egészséget kívánunk!
Köszönöm szépen, jó kívánságokat! Sági Ágnessel beszélgetek, akit gyerekkoromból láttam utoljára, és utána 2-3 évvel ezelőtt összefutottunk egy vadászbálon, és úgy egymásra találtunk Koppány Marika néni, meg Pánti Ildikó néni segítségével. Azt gondolom, hogy mindig örömmel jön Karcagra. Nagyon szeretek visszajönni a gyerekkoromnak a színpadára, vagy a színhelyére, hiszen a Kávin 2-ben jártam általános iskolába, Pánti Ildi néni volt a magyar-orosz tanárom, és nagyon sok gyerekkori barátom és pajtásom van még itt, úgyhogy én hazajövök ide, mindig nagy szeretettel. És mindig megcsodáljuk a kollekciókat is, hiszen legutóbb egy nárai kollekcióban volt, most épp kérdeztem, hogy kiéven, és akkor ez volt az, hogy a sajátomban. Hát ez egy olasz ruha, egy olasz divattervező cégnek a ruhája, de nagyon szépen köszönöm, ez tényleg, ezek jó ruhák. Egyébként a vadászat az mit jelent az ön számára? Tehát úgy szereti nézni, vagy a vadból készült ételeket is kedveli? Nagyon sok gyerekkori barátom tagja ennek a vadásztársaságnak, egyrészt ezért vagyok itt, másrészt hát a vadételeket pedig nagyon szeretem, úgyhogy ez a másik ok. És jó a társaság, és nagyon jó a zene, és nagyon szeretünk táncolni. És igen, és tényleg, ahogy megérkezett, egy csomó kalcag ismerős rögtön odament, és rögtön elkezdték ott folytatni, ahol mondjuk tavaly abba hagyták. Ezért nagyon jók ezek a rendezvények, mert a gyerekkori barátainkkal, iskolatársainkkal itt találkozhatunk, és tényleg ott folytatjuk, ahol ki sem mondom be, 35-40 éve abba hagytuk. Hát ez még nem volt ennyi, tehát nem mondunk ennyit, sokkal kevesebb volt, de én azt kívánom, hogy még sok alkalommal találkozzunk, és érezze jól magát Karcagon. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy itt lehetek újra, és üdvözlöm a karcagiakat. Karcagi Nagy Zoltán képviselő úrral beszélgettünk a vadász élményeiről. Vannak-e saját élmények, vagy inkább csak a barátok, ismerősök általi? Vadász élményeim itt a vadászbálon szoktak bekövetkezni. Itt egy rendkívül elegáns társaság jön össze, rendkívül adakozó kedvű elegáns társaság, akik a Kunkarcagi Vadásztársaságnak a vadgazdálkodási hozzájárulásához jelentős mértékben járulnak hozzá, tehát összegekkel. És ami biztató az egész társaságnak a továbbélése szempontjából, ami dr. Fazekas Sándor miniszter úr elmondott, hogy közel, illetve pontosan 20 évre a vadászati jog ismét biztosítva van, elnyerték ezt a jogot, tehát van jövője ennek a társaságnak. Hát akkor ezek szerint a következő 20 évben is csak másoktól kapott élmények lesznek az ön számára a vadászatról. Tehát így is szép ez, és azt gondolom, hogy fontos, hogy ha nem is vadászik, de akkor is támogassa a társaságot, hiszen azért a bizottsági szinten önhöz tartozik ez a terület is. Igen, nagyon fontosnak tartom a vadásztársaságnak a támogatását, és örülök, hogy meghívást kapok ezekre a vadászbálokra rendszeresen. És igazság az, hogy a vadászok nagyon-nagyon odafigyelnek, és itt nagyon komoly gazdálkodás folyik ebben a társaságban és ezen az ország részen. Én akkor azt kívánom, hogy sok-sok vadászáron legyen még jelen, és akkor sok élménnyel menjen így haza a barátok és ismerősök által. Köszönöm, örömmel jövünk, hiszen ez a Fúvós Kvártetnek a műsora, a vadász himnusz is hallhattuk tőlük, illetve különböző effektusoknak a hangzását, a zenei hangzását meghallgathattuk tőlük, és a menüre is szeretnék rátérni, igazi, finom vadász ételek, amit már most vacsora előtt vagyunk, de már alig várom, hogy megkóstoljam. Azt gondolom, hogy zenészként nem lenne gond visszaidézni mondjuk az őszpörköltre hívó dallamokat, de ezt most azért nem kérem öntől, azt kívánom, hogy érezze jól magát. Köszönöm szépen, mivel több szólamban hangzott, egyedül nehéz is lenne, de nagyon szépen köszönöm, és önöknek is jó szórakozást, és minden jót kívánok. A vadászdal egyik főszervezőjével, Zsendel Józseffel beszélgettünk arról, hogy mennyire nehéz támogatókat találni egy ilyen jótékonysági bálhoz, hiszen azt gondolom, hogy vadászok számára ez természetes, hogy segítsenek, de kívülállókat mennyire nehéz vagy könnyű ilyenkor megtalálni. Számunkra is meglepetés volt az, hogy mennyire könnyű támogatókat találni, hiszen egy-két jellemzőt hagy mondjak a mai vadászbálunkról, ami már ugye hagyományos, és úgy gondolom, hogy mi rendezők, szervezők egy kicsit könnyebbséggel készülünk, bár nagy izgalommal ennek a vadászbálnak a megszervezésére, hiszen már van azért tapasztalatunk, az elmúlt két év során nyert tapasztalatokat hasznosítjuk, és meglepő volt számomra, hogy
például 6 órára volt meghirdetve a vadászbának a kezdése, és 5:30-6 környékén már gyülekeztek a résztvevők, a báli közönség, mindenki izgatott volt, mindenki szinte türelmetlen volt, és igenis nagyon nagy számban szeretnének részt venni ezen a vadászbálon, évről évre nagyobb létszámban. Az idén, amennyire jól tudom, és jól számoltuk, 177-en vagyunk, ami természetesen okozott némi nehézséget a szervezésben, de megoldottuk a problémát természetesen. Ami pedig a támogatást illeti, tényleg azt mondom, hogy a karcagi közönség, mind a vadászok, mind a laikusok, mármint vadászati szempontból laikusok, nem vadászok részéről hatalmas a támogatottság. Csak azt hagyd mondjam el példaként, hogy 1200 tombola szelvényt vásároltunk. Gyakorlatilag percek alatt elfogytak, már a ruhatári jegyeket is tombola szelvényként árusítottuk, és szerencsére volt az az ötlet, hogy van, aki tud szerezni még tombola szelvényt, és fogjuk pótolni, mert hatalmas a kereslet rá, és igen, támogatni akarják a vadásztársaságot, támogatni akarják azt a célt, amelyet ugye kitűztünk magunk elé, hogy ebben a tényleg manapság azt mondhatom, hogy szélsőségesen kemény téli időjárás közepette is tudjuk etetni a vadállományt, úgyhogy ilyen szempontból nincsen nehézségünk. Igen, hát mi is láttuk, hogy a kezdés előtt mondhatnám azt, hogy senki nem érkezett üres kézzel, hiszen volt, aki alkoholt hozott, volt, aki ajándékos alatt, volt, aki vadászos bögré, tehát tényleg sokrétű volt a felajánlás is. Rengeteg a tombolatárgy, ez majd nekem fog egy kicsit nehézséget okozni, aki levezetem a tombola sorsolást, de természetesen ez egy kellemes nehézséget okoz csak. Vannak nagyon értékes nyeremények is, ha csak arra gondolok, hogy őszbak kilövési lehetőség, dámbika kilövési lehetőséget ajánlott föl például a NEFAG, illetve tényleg igen-igen értékes tombola nyeremények. Én úgy gondolom, hogy méltó és ez a vadászbálhoz, és aki megnyeri, az pedig legyen vele szerencséje. Így legyen, és akkor találkozunk jövőre is egy következő vadászbálon. Én úgy gondolom, hogy ez a hagyomány már olyan erős, hogy nem tudjuk elkerülni sem, hogy ne legyen jövőre vadászbál. Nagyon nagy az érdeklődés, és természetesen nagyon szívesen látjuk mind a vadász, mind a nem vadász vendégeinket jövőre is. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen!